Köszöntelek benneteket a legutolsó Heart of the Alien videónál. Végre megcsináltam ezt a borzalmat. No, a legutóbbi Rossz PC videó végén Freddy D. kijelentette, hogy kétféle szarjáték létezik. Nos, ez nem teljesen igaz. Hozzátenném még azt, hogy háromfajta szarjáték létezik. Ez a harmadik fajta, aminek a külalakjával, a játéktörténettel, meg ezekkel semmi probléma nincs, nem? Itt a probléma az ugyanaz, mint az Operation Wolfnál, hogy végigjátszhatatlanul nehéz. Ez a rész is iszonyatos. Legalább 20-szor újra fogod kezdeni. Hál' Istennek itt van ilyen kódos mentés. Úgy, mint a régi Another World-nél. Mondjuk ezek az elektromos nyalábok is érdekesek, ilyen kihúzott takonyra hasonlítanak inkább. Na, itt van ez a bizonyos masina, amit föl kell robbantani, ezzel a bombával, amit felszedtünk. Mert ez tart a levegőbe egy bizonyos platformat. És természetesen ugyanott kell visszamenni. Ami megint egy remek kis élmény. Oho! Az ott mi volt? Én belenyúltam az energiasugárba és semmi bajom nem lett? Hát ez ne bátorítson fel titeket, mert ha beleugratok, akkor ugyanúgy szénné égtek. Na, felrobbant a bomba. Itt vannak a vámpír denevérek, akiket természetesen továbbra se lehet megölni. Se leölni, se agyoncsapni, semmi. Mert ezek ilyen hihetetlenül szívós vámpír denevérek. Hát innentől visszafelé kell menni. Aja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 j
Csalajáték, emberek, csalajáték. Keményen! Na, feltennék még egy érdekes kérdést. A teherlifteken, amiken közlekedtem, végig ott voltak azok a végbelek, amik köpködték rám a fingot. Tök jó, saját pajzsomat robbantottam föl. Tehát végig ott voltak ezek a izék. Az őrök is ott közlekednek? Náluk ez a szerencsejáték? Végig tud-e menni élve azon a teherliften? Ha igen, hát akkor nyer még egy órát az életből, amíg vissza nem kell mennie. Na, lássuk akkor. Hol volt az a bizonyos lebegő platform? Ott volt néha tüskék fölött, de most lejött, mert elpusztítottuk a gépet, és megyünk leszámolni a fő ellenséggel. Csak hát ez túl könnyű lenne ilyen faszakorbáccsal. A fejem vág egy láda, kísérleti járás van a komplexumban megint, akkor esik a fejemre, amikor ott elmegyek alatta. A korbácsnak lőttek. Most már csak csapkodni tudunk vele. Ezt mintha láttam volna egyszer valahol. Lester is kapott egy ilyet. Na, hát mivel most már lőni nem tudunk, így csak csapkodjuk, de nézzétek már meg! Bekap egy találatot, és állott karba tett kézzel, mint a sóbálvány. Ez azért érdekes, mert van pisztolya. Nézzétek meg, itt egyből előkapja és le is lő. Jó van, itt meg csapkodom, nyomom a fejére a ládákat, hát simán volna ideje rá, hogy lepuffancson, vagy ilyesmi. De nem, ő áll karba tett kézzel, és várja, hogy mikor csapok le rá újra. Ez igen. Intelligens ellenfél. Bocsánat, különösen intelligens ellenfél. Na és itt van a Heart of the Alien vége, amire mindannyian vártunk. Pusztulj, dögölj meg, anyádat, be. Új, éhes a ronda vadállat. Halál rád, megölünk, kinyírunk. Fogjátok be nyomorékok, és nincs kegyelem, kiengedem rá a ronda fenevadat. Na, jól van, és jól elagyabudjálják egymást. Azaz! Kapott egy jó fejrugást. Na, ez már jobb verekedés, mint mondjuk az Another World végén. Ajjaj. Néz ki ennek annyi. Megszöknek a rabok, és felgyújtják a börtönt. Uááá! Elszabadul a pokol. Tök jó, az meg ott ellobban a háttérben, mint egy gyufa. Na, mindegy. Hát aztán a kis idegen pajtásunk elmegy Lester holttestéért, és szépen magával viszi.
játszanak. Sajnos. Jobban örültem volna, hogyha Lester életben marad. Hogyha... Ha haza nem tud érni, akkor legalább itt maradna az idegenek között. Hát ott van a koporsó, ugye? És ezzel végződik az Another World második része. Bocsánat, első és második része. Visszatért az élet a kis faluba, a gonoszok meghaltak, és mindenki boldog. Nos emberek, ütött az ítélet órája. Sajnos nagyon negatív véleménnyel vagyok erről a játékról, de ezt szerintem már mindenki észrevett a játék közben. Rengeteg hiba van benne, töménytelen mennyiségű hiba. A feladványok olyan eszméletlenül idióták, olyan logikátlanok, egyszerűen nem tudod kikövetkeztetni. Te végigjátszás nélkül arra vagy ítélve, hogy naphosszat, esetleg hetek hosszat, ugyanazt a rohadt pályaszakaszt járd be, és ugyanazt próbáld meg, hogy rájössz, hogy most itt hogy a pokolba kell továbbjutni. És teljesen jogos a felháborodásod, mert egyszerűen annyira elrontották ezt a játékot. Az ember nem ezt várná az Another World folytatásától, de komolyan. Az ember azt várná, hogy ez jobb lesz, itt a feladványok, ha nehezebbek is lesznek, de legalább változatosak, több színhelyen is lehet menni, de nem. Ez a játék sajnos semmi, vagy legalábbis nagyon-nagyon minimális pozitívumot nyújtott csak. Erre lehet azt mondani, hogy egyhangú, mert tényleg az. Az Another World-hoz képest ez nagyon egysíkú lett ez a játék, és ez még csak a kisebbi gond, mert egyszerűen brutálisan nehéz a játékosnak ezzel kínszenvedés játszani. Úgyhogy ezt muszáj vagyok negatívra értékelni, mert ez egyszerűen ez selejt ez a játék. A grafika az ugyanolyan, mint az Another World-é, úgyhogy ezzel semmi probléma nincs. Ez az egyetlen dolog a játékban, ami tetszett. A hangok és a zenék. A zene azzal nincs semmi gond, az remek aláfestő zene. Tetszettek az idegenek hangja, és viszont ez a hülye lézerpisztoly effektus, mintha a kis Tetrisnek nyomogatnád azt a nagy gombot az oldalán, úgyhogy ez legfeljebb közepes. Kezelhetőség az meg megint egy rakás szar hordalék, mert nem tudsz rájönni egyszerűen, hogy ez a korbáccsal, ez hogy a francba kell lőni, hogy tudod felcsavarni egy cseppkőre, hogy átlendülhess, miket hogy kell csinálni, és most tegyük össze ezt azzal, hogy a rejtvények azok mindegyike, legalábbis a rejtvények 90%-a, tehát az ilyen feladványoknak a legnagyobb része az olyan, hogy egyszer nem tudod kikövetkeztetni, úgyhogy csapkodsz, csépelsz, csápolsz össze-vissza a korbáccsal, aminek a kezelését elsajátítani az egy külön művészet, mert ne tudjátok meg, hogy mennyit próbálkoztam, amíg sikerült úgy megcsinálni a játékot, hogy tudtam használni a korbácsot. És itt gyakran előfordul, hogy nincs második esély. Ha elrontod azt a bizonyos lövést, vagy azt a bizonyos csapást, akkor meghalsz, és kezdheted az utolsó mentési ponttól. Tehát a kezelhetősége az egy vödör szaréval egyenlő, és gyerekek, ez a játék nagyon jó is lehetett volna, tekintsünk attól, hogy Lester meghalt, nem ez volt a fő gondom, jobban örültem volna neki, hogyha megmenekül, ez tény, de végül is így se rossz, Eric Chey meg is bánta, hogy megölte Lestert, tehát azt kell mondjam, emberek, hogy ne játsszátok ezt a játékot. Ez egy kegyetlen szarul sikerült, összegányolt ocsmányság. Egyszerűen nem értem, hogy lett ez ilyen rossz az Another World után, ami egy fantasztikusan jó játék. Ez szégyen. Komolyan mondom, ez szégyen ez a játék.